összetöri magát! És Lewis Hamilton megcsinálja! Lewis Hamilton megcsinálja! Na, szevasztok, srácok! Itt vagyunk újra, a helyszín Amerika, Austin. Utolsó előtti nagy díj a Lotus-szal. Sikerült az első helyet megszerezni ugye a időmérő edzésen. Második helyen Vettel, Rosberg, Alonso, Räikkönen, Massa, Webber, Button, Hülkenberg és Maldonado további sorrend. Szerintem elég kemény futam lesz, az idő borús. Úgyhogy reméljük azért nem lesz eső. Na, menjünk akkor a rajtács. Na, lássuk a rajtot. Na. Tette jól jön el. Az igen, azt engem kitol. Az gyönyörű! Hát ezt azért úgy megnézném, hogy itt mi történt, hogy nem bírtam bekanyarodni. Az nagyon szép, nem tudom, pik. Kaotik futam, első rész, igen. Vern. Haig meg vannak őrülve. Hát itt mit csinálnak? Ez megint mi? Hülkenberg. Mi az Isten van? Jézus Mária! Na? Na, hát az első kör után a 13. 12. helyen vagyunk. Éppen Ricciardót üldözzük. Most levágtuk szépen. Itt az egyik Sauber lassult be nagyon. Ja Istenem! Vannak események. Azt se gondoltam volna, hogy másik körben a 11. helyen leszek, miközben pole-ról indultam. Thank you.
És a... most már lehet aktiválni a DRS. Rejkő nem vezeti a futamot. Na csak. Nem is rossz. Borzalmasan nehéz vezetni még ezt az autót így tele üzemanyaggal. Alig bírnunk megállni. Úgy érezte, azért sikerült megelőzni, majdnem Maldonadót meg kilökni. Hopp! Penalti. Mert Maldonadót kisegítettük a pályáról. Hát persze. Autó meg nem kanyarodik, mert minek azt. Ami ökörnek belém jön. Ó, anyám! Elmegy az egész mezőny. Gyönyörűen. Már is itt vagyunk a 17. helyen. Rosberg van előttünk. Az anyád, Ricardo! Miért megy ez gyökkettővel? Az anyád! De mi a kurva anyádért pörök ki a kerék? Mi a jó tetves kurva rohadt mocskos kódmasterfes buzi kurva anyádért pörök ki az a gecis buzi faszopó hátsó kerék? Annál a kibaszott kurva kanyarnál, mi a geci kurva anyádért pörök ki? Miért? Mikor be van kapcsolva az meg az a kibaszott kipörgés gátló, akkor mi a kurva anyjának van az, hogyha kipörög? Akkor mi a rohadék kurva anyjának van? Mert csak nem bírtam már a szerencsét, ez micsin, mi a kurva anyádat csinálsz itt, te rohadt buzi faszopó gyerek? Miért húzod rám? Hú, de felbasznál most ez a szarfos játék. Nagyon gyűlölöm. Én nem tudom, mi lehet ezt. Az gyönyörű. Három vagy négy körrel hamarabb kopik el a gumi. De miért? Hogy? Hát úgy vigyáztam rá az edzésen is, hogy egy gyors kört mentem.
nagyság. 15. helyen szarakodott. Elfordított kormány, és baszik bekanyarodni 180-nak. Nézd meg, ez meg nekem jön a kurva anyád. Na. Most ez normális? Á, bazd meg a kurva anyád. Lesz akkor. Dohagyjál meg. Tessék, retire, nem szarakodok én ezzel. Hát milyen buzimán? Passzapóskodik itt. Na, Alonso nyert, Massa lett a második, szép. Räikkönen, hogy lett ötödik? 50 másodperccel. Top ment legelő. Vettel is kiesett. Komolyan kíváncsi vagyok. Az gyönyörű jó, igen. Hadd menjek már vissza ide még egyszer. Kíváncsi, hogy melyik okos. Nincsen izé. Első kamera. És szemből mutat. Ez is jó lesz. Aha. Vettel elfékezte magát? Én már úgy kanyarodnék rá az ívre. De nem tudok. Rosbergtől. Tolom, tolom, tolom. Összeollózzuk Rosberget Vettellel. Aki valami különös okon, oknál folyva nem akar bekanyarodni, hogy már réges-rég kanyarodni a kéne. Így aztán mi így hárman így gyönyörűen csináltunk egy ilyen csodát. De Rosberg befordult, vagy nem Rosberg? Szemléltem. Aha. Itt közben megérkezik az egyik. Kéterhem. Gyönyörűen. Annak úgy oda is lesz a szárnya. Szóval ezek történtek. Aztán itt már megindultunk felfelé. Na jó van, hát ez egy ilyen nagy díj volt most. Elég érdekes az eredmény is. Na mindegy. Hát egy futam van hátra, Alonso-nak 16 pontos előnye van Hamiltonnal szembe. Vettel ugye nem szerzett pontot, mondjuk én sem. Így aztán ő már kiesett így a pixisből. Úgyhogy Alonso vagy Hamilton lesz a VB cím birtokosa. Azt nézem, hogy konstruktőr. Hát ott meg már eldőlt. Mert így a Mercedes lesz a bajnok. Nem lesz, már lett a bajnok, így 54 pontos különbséget már nem tudnak leparogni.
a Ferrari, 75 a Red Bull meg főleg nem. Na, akkor az legalább már eldőlt, tehát a Mercedes biztos a világbajnok. Hogy aztán a Mercedes lesz-e a egyéni világbajnok is, arra nagyon kicsi az esély, mert ugye Alonso 16 ponttal vezet. Mi meg menjünk búskomorkodni, hogy kiestünk. És hát most itt hiába hőbörög a mérnök. Még egy futam van hátra, Brazília. Aztán végeztünk. Sziasztok!